3 milliárd forint. Ennyiből gazdálkodik idén a nagykálói önkormányzat. Az új rendezvényközpont építésére 500 milliót fordítanak. Szakmai gyakorlat Prágában. A nagykálói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium 15 diákja vett részt az Erasmus Plus programban. Rótpol. Fokozott ellenőrzésbe kezdett a rendőrség, a biztonsági öv használatára fókuszálnak. A tervek szerint halad a Kálai kettős rendezvényház építése Nagykálóban. A beruházáshoz az önkormányzat idén mintegy 500 milliót biztosít saját forrásból. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Nagykáló képviselőtestülete a napokban fogadta el a város idei költségvetés tervezetét. Horváth Tibor azt mondta, kiszámítható és tervezhető az idei büdzsé, amihez nagyban hozzájárul az is, hogy az önkormányzat adóbevételei évről évre nőnek az új befektetőknek köszönhetően. A Nagykálói Ipari Park újabb üzeme. Egy hűtőház épül éppen az M3-as autópálya szomszédságában. Folyamatosan népesül be az újabb befektetők által a terület, ami a város gazdasága számára is előnyös. Horváth Tibor polgármester 35 perc című műsorunkban elmondta, amíg 2019-ben még gépjármű adó beszedésével 370 millió forint körüli adóbevétele volt az önkormányzatnak, most anélkül csak nem 600 millió forint bevétellel számolnak. Köszönhető ez annak, hogy egyre több cég fizet iparűzési adót a városban. Maga az ipari parkunk egy nagyon előnyös helyen található, és jó időben voltunk jó helyen, jókor váltottunk szemléletet. Ugye a ciklus elején mi újra gondoltuk az ipari park működését, eladásait, és ugye felszabdaltuk, kisebb területeket alakítottunk ki, amivel meg tudtunk szólítani olyan vállalkozókat, akik így már perspektívát láttak benne. És valójában mondhatom büszkén, hogy például áprilisban is lesz egy új üzemnek az átadója. Nagykáló képviselőtestülete február végi ülésén fogadta el a város idei évi költségvetés tervezetét, melynek fő összege mintegy 3 milliárd forint. Horváth Tibor azt mondta, az elmúlt évek takarékos gazdálkodásának köszönhetően idén is minden tervezett feladatot teljesíteni tudnak. Emellett elő tudják teremteni azt a 500 milliót körüli összeget is, ami a városközpontban épülő Kálai kettős rendezvényházhoz szükséges. Egy kiszámítható, tervezhető költségvetésünk van, és azt gondolom, hogy kisebb a kockázat, bár ugye vannak komoly vállalásaink, ugye elhangzott a rendezvénytér, vagy rendezvényháznak maga az építése, ott azért egy komoly, közel 600 millió forintos önerőt vállalt be az önkormányzat. Ami, ez milyen ütemezéssel? Erre az évre mennyi ez esik? Ez már, hát mivel elméletileg januárban kész kell lennie a háznak, úgyhogy mondhatom, hogy ennek a jelentős része az ebben az évben kifizetésre kell, hogy kerüljön. Ebből egy reálisan szerintem ilyen 500 millió forint az, amit ebben az évben nekünk rendelkezésére kell majd bocsájtanunk a önkormányzati cégnek, aki maga a megrendelő. Úgyhogy vannak komoly vállalásaink, de stabil a gazdálkodásunk. Ugye az elmúlt években ezért is nagyon felelősen próbáltunk takarékoskodni. Pont kerül a kérdőjelek helyére a nagykálói napstrand ügyében is, ugyanis már elnyert támogatása van az önkormányzatnak a fürdő felújítására. Az elhasználódás miatt az elmúlt években nem működött gazdaságosan a komplexum. Ezt a folyamatot szeretnék most megfordítani a medencék újra burkolásával, valamint napelemes rendszer telepítésével. A Mátészalkai rendőrkapitányság rablásbüntet megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást két 14 éves és két 15 éves mátészalkai lakos ellen. A rendőrségre múlt hét szombaton érkezett bejelentés, hogy egy mátészalkai vasútállomáson várakozó személyvonaton az egyik utast négy ismeretlen bántalmazta, és miután megszerezték a mobiltelefonját, leszálltak a vonatról és elmenekültek. A mátészalkai rendőrök a bejelentés után haladéktalanul megkezdték az adatgyűjtést, amelynek eredményeképpen egy órán belül Mátészalka belvárosában elfogták a tetteseket. A rendőrök a négy tinédzsert előállították a rendőrkapitányságra, akik a kihallgatásuk alatt a bűncselekményt elismerték. A nyomozók a négy fiatalt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat. A rendőrök az utakon is jelen vannak, egy héten keresztül a passzív biztonsági rendszer használatát ellenőrzik. A Rótpol akció tavaly lesújtó adatokkal ért véget. Egy hét leforgás alatt országosan csaknem 14 ezeren mulasztották el a biztonsági öv használatát, köztük közel 11 ezer esetben a járművezető volt az, aki nem csatolta be az övét.
A rendőrség vasárnapig kiteleléses vagy kamerás forgalom ellenőrzés keretében vizsgálja a közlekedőket. Viszonylag rövid idő alatt elég sok ilyen büntetés íródik Nyíregyháza egyik forgalmas útszakaszán. Március 11 és 17 között az egész országban ellenőrzésekre lehet számítani. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, másnéven Roadpol, ezzel az akcióval igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy a biztonsági öv és a gyermekülés sok esetben életet menthet. A mai naptól kezdődően egészen vasárnapig tart egy akciósorozat a Roadpolnak a seatbelt ellenőrzésű, másnéven a biztonsági, illetve a passzív biztonságtechnikai eszközöknek az ellenőrzéseire irányuló célirányos ellenőrzésünk. Ebben az időszakban gyakorlatilag vármegye közútjai 8 szolgálati csoport által több helyszínen kiszámíthatatlan időszakokban ellenőrzik a közlekedésben résztvevőket. Elsősorban biztonsági övet nem használóknak az ellenőrzését hajtjuk végre, de természetesen a gyermekbiztonsági rendszerek, illetve a egyéb más, mint a bukósisaknak nem megfelelő használatát is ellenőrzik a kollégáim. Az elmúlt években is volt ilyen, több napon át tartó fokozott ellenőrzés, az eredmények pedig arról árulkodnak, hogy még most is nagyon sokan nem használják, vagy nem megfelelően használják a passzív biztonsági eszközöket. Sajnos az ellenőrzések során folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy hiába ez is be van már halangozva múlt hét óta országosan, hogy ezt az ellenőrzést csináljuk, illetve fogja végrehajtani a rendőrség, Európa szerte is természetesen, mégis attól függetlenül az emberek felelőtlenek és nem használják a biztonságot, nem csatolják be, vagy a gyereket nem csatolják be a gyermekbiztonsági rendszerükben, hiába az ülésbe belerakják, de a magát az övet nem használják. Ezzel veszélyeztetik a gyereknek a biztonságát, illetve saját magukét is természetesen. A szakember azt mondja, saját biztonságunk a legfontosabb, tehát ne csak az esetleges büntetés felelősségre vonás elkerülése érdekében tartsuk be az előírásokat. Ezekben az esetekben közigazgatási bírság kiszabására számíthattak a állampolgárok, a gépjárművezetők. Itt a biztonsági elmulasztásának használata során, illetve használatának elmulasztása során büntetőpontot is kapnak. Ami gyakorlatilag nem a bírságnak az összege fog fájni adott helyzetben az állampolgárnak, hanem inkább a büntetőpont, mivel 18-at hamar össze lehet szedni ezekből apróbbnak nevezett hiányosságban, hogy elmulasztják használni a biztonságjövet. Az online térben szimulációk, kisfilmek is fellelhetők arról, hogy mi is történik egy autó belső terében egy ütközés során. A szakember szerint ezek megfelelően szemléltetik azt, hogy az öv és a gyerekülés használata a biztonságosabb autózás elengedhetetlen feltételei. Szakmai tapasztalat és angol nyelvtudás, ezeket is fejleszthették a nagykálói budais diákok a 3 hetes prágai gyakorlaton. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum tagintézménye 5 éve nyújt az Erasmus Plus keretében ilyen lehetőséget diákjainak. Ez idő alatt csak nem 80 tanuló vett részt ilyen külföldi gyakorlaton. Most Barcelonába jelentkezhetnek a vállalkozó kedvű diákok. Budais diákok képes élménybeszámolója Prágából. A nagykálói középiskola tanulói tavaly novemberben 3 hetet töltöttek az Aranyvárosban. Az intézmény az Európai Unió Oktatás Támogató Ifjúsági Programja az Erasmus Plus keretében szervezte a fiatalok külföldi továbbképzését. Jelen vagyok mindig, amikor elindulnak a gyerekek is, amikor jönnek haza is, és egy egészen más gyerekcsapatot, diákcsapatot kapunk vissza a 3 hét elteltével. Valóban nagyon jó a személyiségfejlődésük szempontjából, hogy ilyen feladat elé állítjuk őket, és valóban minden percét élvezik, maguk sem tudják, hogy itt minden percen tanulnak is. Prágába a pedagógia, a turisztika és az informatika ágazat tanulói közül választották ki azt a 15 diákot, akik megfelelő szakmai és angol nyelvi ismerettel is rendelkeztek. A fiatalok élményeikről is beszámoltak a programzárón. Az önbizalmam nem volt túl nagy, és az Erasmus után megbizonyosodtam arról, hogy külföldön is helytállnék, ugyanúgy, mint ahogyan itthon. Illetve, hogy szakmailag is van elegendő tudásom egy ilyen úthoz. Jó volt tényleg kint tapasztalatot szerezni, mind a mellett, hogy még rengeteg más tapasztalat is van. Ugye az iskolán belül szakmai gyakorlat, kijárunk volt ez az 50 órás gyakorlat, ez a, nem is gyakorlatnak nevezném, hanem ilyen önkéntes tevékenység az érettségihez, ezáltal ez még egy pluszt adott az egészhez, és számomra nagyon-nagyon jó élmény volt, és hatalmas barátságokkal gazdagodtam, ismerősökkel, illetve
fejlődött a nyelvtudásom. Az Erasmus Plus program folytatódik a Nagykálói Budaiban. A jelentkezők közül kiválasztott diákok hamarosan Spanyolországba mehetnek 3 hetes szakmai útra. Igazából itt a Covid miatt is volt egy kimaradásunk, tehát ezért pályáztunk be egy nagyobb létszámmal most mobilitásra, szakmai gyakorlatra, és gyakorlatilag az ugye az első fele volt a Prága, a második pedig Barcelona, tehát már most elkezdődtek a szervezési munkálatok, megvásároltuk a repülőjegyeket, és jövő hónaptól elkezdjük kiválasztani a diákokat, akik ki fognak jönni velünk. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum Nagykálói tagintézménye az egész térségben élen jár a diákok külföldi tanulmányi lehetőségeinek szervezésében. A centrum intézményét tekintve a Nagykálói Buda intézményünk az úttörő, kikövezték ezt az utat. Jelen pillanatban most arra törekszünk, hogy a centrum összes iskoláját egy Erasmus Plus program keretében pályázati lehetőségeket kihasználva bevigyük ebbe a rendszerbe. Tehát most azon dolgozunk, hogy Máté Szalka, Nagykálló másik intézményét, vagy Nyírbátori Betlen intézményünk is részes legyen ennek a csodálatos és sok-sok lehetőség biztosító programnak. A Prágában járt tanulók Európász mobilitási igazolványt is átvehettek. Az angol nyelvű tanúsítvánnyal tudják majd igazolni, hogy 3 hétig külföldön dolgoztak. A nagykálói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium diákjai közül az elmúlt években összesen 79-en vettek részt külföldi szakmai tapasztalatszerzést nyújtó programban. Idén decemberre ez a szám a 100-at is meghaladja majd. A megszokott járat rendszerint történik a hulladékszállítás március 15-én. Erről tájékoztatta a lakosságot az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A társaság közleményében hozzáteszi, a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelő központok, a nyíregyházi és kisvárdai ügyfélszolgálatok, valamint a hulladék udvarok a nemzeti ünnep napján zárva tartanak. 10 méteres festményt és 160 cm-es szobrot készített német Erika, amelyek április 4-ig láthatók a Váci Mihály Kulturális Központban. Auróra alakja és kertje mellett Csipke Rózsikát idézte a zene és a tánc is. Az összművészeti megnyitó egyben a művész születésnapi ajándéka is volt. A Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatójának balett előadása nyitotta meg a Váci Mihály Kulturális Központ legújabb kiállítását. Csipke Rózsika Auróra variációja tökéletesen illeszkedett a több mint 10 méteres vegyes technikával készített Auróra kertjét ábrázoló festmény elé, amelyet Németh Erika alkotott meg 2 hónap alatt. Nagyon szeretem az orosz balettet, és nagyon sokat figyelem ezeket az előadásokat, járok külföldre is, és mindig lenyűgözött az a gyönyörű díszlet megmunkálása, hogyan ezek a balett előadások vagy operák születnek, és mindenképpen szerettem volna egy ilyen nagy szövevényes teret, ami egy kicsit szimbolizálja Auróra kertjét, ez a szövedék. Nekem az én saját személyes kertem is ilyen, tehát onnan vettem a témát, onnan vettem a részleteket, és abból komponáltam meg ezt a nagyméretű művet. A festménnyel párhuzamosan született meg Auróra 160 cm-es szobra is. A kiállítás koncepciója jól tükrözi a több évtizede Nyíregyházán élő és alkotó Németh Erika sokoldalúságát is, aki nem csak művészként öregbíti a város hírnevét, tanárként is igyekszik átadni tudását a következő generációnak. Amíg itt vannak, és amíg itt zenélnek, itt táncolnak, és itt alkotnak, addig az mindenképpen Nyíregyházát erősíti. És erősíti az is, hogy itt van egy olyan erős tanári gárda, amely biztosítja azt, hogy igazából ezek a gyerekek magas szintű képzést kapjanak, és ebben a lelkileg furcsább, egy kicsit felemelkedettebb világban lévő emberek, akikben óriási tehetség lakozik egyébként, ők megtalálják majd a helyüket a választott szakmájukban, megtalálják helyüket itt Nyíregyházán, Magyarországon, vagy bárhol a világon is vannak, és ennek az egyik letéteményese Németh Erika. És hogy a kiállítás megnyitója valóban összművészeti legyen, nem hiányozhatott a zene sem. Csajkovszki Csipke Rózsika művéből, Suhanyec Viktória hegedűn, Kirmájer Krisztina pedig zongorán adott elő átiratokat.
17 csapat, 10 intézmény és 42 versenyző vett részt a Magyar Ifjúsági Robotkupán, a Nyíregyházi Egyetemen. A kupa a Magyar Robotkupa Alapítvány, a Nyíregyházi Egyetem, a Neumann János Számítástudományi Társaság Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szakosztályának köszönhetően szerveződött, és teremtett lehetőséget arra, hogy a fiatalok sikeres szereplés esetén kvalifikálják magukat a nemzetközi versenyre. A RoboCup Junior rendezvényt első alkalommal 1998-ban Párizsban rendezték meg. A nyíregyházi megmérettetésre 17 csapat jelentkezett. Itt a korosztályoknak megfelelő versenyszámokban adnak lehetőséget az élményszerzésre a fiataloknak. Minden országban van egy nemzeti kapcsolattartó személy. Magyarországon ezt a feladatkört Simon Béláné, dr. Balogh Ágnes tölti be már 16 éve. Csodálatos, mikor kint vagyunk a világversenyen, mert ott nem csak a junior csapatok vehetnek részt, hanem egy időben ez a RoboCup Szövetség a Major, a felnőttek ligáját is megszervezi, tehát ugyanazon a helyszínen, most Eindhovenben, Hollandiában lesz, és ott akkor a gyerekek láthatják, hogy a felnőtt fejlesztő csapatok mit produkáltak. Hát ilyenek, hogy a mentőrobotok, hát ott már sokkal hatalmasabb mentőrobotok vannak. Itt ugye még egy kisebb mini robotot látunk, akik hasonló feladatokat látnak el. Aztán az otthoni kiszolgáló robotokat látják a felnőtteket, ott nagyon sok Japántól, Ausztrália, Németország, Olaszország, nagyon sok. Hát 41-42 országból szokott lenni ez a minden évben megrendezett világverseny. De nem csak az a lényeg, hogy verseny van, hanem ugyanakkor szimpóziumokat, tanácskozásokat rendeznek, kiállításokat, tehát ott meg kell osztani a tudást. A versenyzők három ligában mérettetnek meg. Robotfoci, robotszínház, robotmentő versenyszámban. A Magyar Robotkupa Alapítvány 2019-ben jött létre, és elsődleges célja a RoboCup közösséggel való kapcsolattartás, további cél pedig a tudományos ismeretterjesztés, oktatás és kutatás. A Robotkupának az a missziója, hogy meg kell osztani a tudást, tehát föl kell tenni a tudományos dolgozatokat, és az internetre, és mindenki hozzáférhet. Tehát át kell adni egymásnak a tudást. És ami a legfontosabb ebben a RoboCupban, mert nagyon sok robotverseny van, de a legfontosabb az a távlati célkitűzés, hogy 2050-re olyan robot futball csapatot állít ki ez a közösség, fejlesztő közösség, hogy akkor kihívja a szabadtéri pályán az akkori FIFA futballbajnok csapatot. A szervezők azon dolgoznak, hogy a magyarországi kutatóhelyek és ipari fejlesztők is bekapcsolódjanak a nemzetközi RoboCup közösség tevékenységébe. Az ötödik helyen végzett a kard szakákban Tarjányi István a párizsi kerekesszékes vívó Európa bajnokságon. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője a 8 közé jutásért legyőzte fehér orosz ellenfelét, majd vereséget szenvedett brit riválisától, így nem jutott a legjobb 4 közé. Pákei Béla tanítványa az ötödik helyen áll a kvalifikációs világranglistán, és jelen állás szerint biztos résztvevője a nyári párizsi paralimpiának. Vereségekkel kezdték a rájátszást az Aquase országos bajnokságban szereplő csapatai, a Gyermek, a Serdülő és az Ifjúsági Együttes, az OSC Újbuda, valamint a Sopron ellen sem szerzett pontot. A nyíregyházi vízilabdázók legközelebb Budapesten az Angyalföldi Sportiskola csapatai ellen javíthatnak. Az elmúlt év végén fejezték be az alapszakaszt az Aquase országos bajnokságban szereplő csapatai. A Gyermek korosztály képviselői a 7., a Serdülők az 5., az Ifjúságiak pedig a 9. helyen zárták a bajnokság első szakaszát. A folytatásra egészen március elejéig kellett várniuk a nyíregyházi pólósoknak. Elég hosszúra sikeredett a felkészülés, hiszen a bajnokságunk is később indult, sajnos, és meg is látszik ez a játékunkon, hiszen még nem rázottunk bele az újrakezdésbe, viszont azért szeretnénk minél jobban teljesíteni. Sajnos az elmúlt két fordulóban ez nem sikerült, viszont bízok a csapatba, a Serdülőbe és az Ifibe is, hogy ennél jobb és szebb játékot fognak produkálni, azért szeretnénk minél jobb védekezésre és támadással előrukkolni majd. Március 3-án hazai fordulónk volt, ahol az OSC második csapata látogatott hozzánk. Sajnos nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy azt szerettük volna, és mind a három korosztályban vereséget szenvedtünk. Most hétvégén Sopronban voltunk egy nagy túrán, ahol ugyanúgy nem sikerültek a győzelmek, viszont látszik az, hogy mind kell javítani, és dolgoznunk kell tovább ezen.
Mint a szakember elmondta, a nyíregyházi vízilabdázóknak egyrészt ismét fel kell venniük a mérkőzések ritmusát, másrészt szokniuk kell az őszinél erősebb ellenfeleket. Ezen kívül vannak olyan játékosok is, akik a korábban megszokottnál kevesebbet tudnak edzésre járni. Az északkeleti bajnokságban voltak mérkőzéseink, azonban az országos bajnokság nem ugyanaz a szint, mint az északkeleti. Ott azért játszottunk mérkőzéseket, viszont az a 3 hónapos éles mérkőzés hiánya nagyon meglátszik a srácokon, és elég nehéz volt őket úgy motiválni, hogy az úszásba is és a más-más feladatokba úgy teljesítsenek. Remélem azért bele fogunk rázódni újra a dolgokba, és a következő fordulóban majd szeretnénk győzelmekért harcolni. Vannak, akik érettségire készülnek, és ők így kevesebbet jönnek edzésre az ifi korosztályban. A serdülők viszont folyamatosan járnak, és az a mag, aki kialakult, azért ők úgy teljesítenek, de azért rajtuk is meglátszódik ez a meccshiány. A nyíregyháziak legközelebb a jövő hétvégén szállnak majd medencébe. A gyermek, a serdülő és az ifjúsági együttes, az Angyalföldi Sportiskola hasonló korosztályú csapatai ellen próbálja megszerezni első győzelmét a rájátszásban. Kedves nézőink, ennyi fért a mai híradóba, úgyhogy nézzük főbb híreinket még egyszer, de már csak néhány mondatban. Egyre több a befektető a nagykálói ipari parkban. Ennek köszönhetően a város adóbevételei is folyamatosan nőnek, idén 600 millió forint körüli összeggel számolnak. Horváth Tibor polgármester 35 perc című műsorunkban elmondta, a tervek szerint halad a Kálai 2-s rendezvényház építése, a nyári szezonig pedig jelentős fejlesztés valósul meg a nagykálói strandon is. Szakmai gyakorlaton járt Prágában a nagykálói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium 15 diákja. Az intézmény az Erasmus Plus programnak köszönhetően tudta megszervezni a külföldi tapasztalatszerzést. A záró rendezvényen Europass mobilitási igazolványt adtak át a fiataloknak. Az angol nyelvű tanúsítványal a külföldön szerzett munkatapasztalatot is tudják majd igazolni. Fokozott ellenőrzésbe kezdett a rendőrség hétfőtől a közutakon. A hatóság egy héten át a passzív biztonsági eszközök használatára fókuszál egy nemzetközi akció keretében. A tavalyi ellenőrzés lesújtó eredményeket hozott. Egy hét leforgása alatt csaknem 14 ezeren mulasztották el a biztonsági öv használatát, köztük közel 11 ezer esetben a járművezető volt az, aki nem csatolta be az övét. Önök március 12-én, kedden a Kölcsey Televízió híradóját látták, friss hírműsorral holnap este jelentkezünk. Addig is várja önöket a weboldalunk, hogyha szeretnék megnézni valamelyik nem régen elhangzott tudósítást újra, akkor azt megtehetik. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán továbbra is hideg fronti hatás lesz érzékelhető, az ország keleti felén gyenge, mérsékelt északi a szél lesz jellemző. Sok helyen erősen felhős lesz az égbolt, kisebb esők, záporok így szorványosan előfordulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet 8 és 10 fok között valószínű.